Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Valentin napi kedvezményes jóslás. Én ezt most januárban már indítom, hogy időben megrendelhessétek, és időben megkapjátok a videót. Ez a felvétel már egy jóslás, mégpedig Arien részére. Kedves Arien, üdvözöllek téged, ez a te videód. Először megnézzük a kivetésnél, hogy mi a helyzet kettőtök között, aztán áttérek az asztrológiai területre az indiai számítás szerint. Ez a kép itt középen azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt a kelyhek láthatóak, és azok utalnak az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre. Van köztetek ez az érzelem. A hetes szám az a hold energiájával van összefüggésben, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos ezekben az álmokban, vágyakban hinni. És most megnézzük a következő kártyát. Ez a kártya arra ad választ, hogy ő szerete téged. Itt van egy angyal, és ez egy angyali kisugárzás vagy segítség, és utal a harmóniára. Ő szeret téged, mert itt láttuk középen, hogy ott vannak a kelyhek, tehát az érzelmek. Ha ez a kapcsolat harmonikusan alakul ki, akkor melletted marad. Ha viták, veszekedések vannak, akkor számíthatsz arra, hogy ez a férfi visszahúzódik. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt jobb oldalon ez a kép arra utal, hogy elfogadja-e ő a te érzelmeidet, vagy hogy tudod-e őt szeretni. Itt minden új, még nem lehet végül is tudni, hogy alakul a dolog, de vannak tervek, és ő tervez veled egy kapcsolatot, de nem tudja, hogyan fog ez kialakulni. Azt sem tudja, hogy tegyen-e lépést az irányodba, vagy sem, mert pontosan ezt mutatja ez a kép. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, és ha ő egy lépést tesz előre, nem lehet tudni, hogy még mindig ott van a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. És ezért ő még egy kicsit bizonytalan. Ez a kép ott felül bal oldalon azt jelenti nálad, hogy milyen hatások érnek téged kívülről. Nem ettől a férfitől, hanem másoktól. Itt látható egy tolvaj, vagy elveszítetted már ezeket a kapcsolatokat, vagy valaki ki akar téged használni. Ez nem mindig anyagiakat jelent, lehet, hogy valaki rabolja az idődet, vagy az energiádat. Az is előfordulhat, hogy valaki irigy rád, és nem akarja, hogy te ezzel a férfival összejöjj, és azt szeretné, ha te elveszítenéd ezt a párkapcsolatot. És most megtekintjük a következő kártyát. Jobb oldalon felül ez a szélső kép arra utal, hogy milyen kapcsolatai vannak neki, vagy ki befolyásolja őt. Itt ezen a képen van az egész világ, és az utal külföldi kapcsolatokra. Az lehet rokoni kapcsolat, vagy baráti kapcsolat. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt alul bal oldalon láthatóak a kelyhek, és megadja arra a választ, hogy mit várhatsz tőle. A kelyhek utalnak az ő érzelmeire. Ő szeret téged,
Viszont a 9-es szám azt jelenti, hogy vannak korlátozások, mert nem tudja kimutatni az érzelmeit. Át kell tenni magát az ő félelmein. Te bízhatsz benne, mert ezek valódi érzelmek. Most megtekintjük a következő kártyát. Milyenek a te érzelmeid vele kapcsolatban, arra megadja a választ ez a kártya. És ez a bot utal a tűz elemére. Itt lesz mozgás, és téged ez bátorít és lelkesíteni fog. Lesz köztetek egy testi kapcsolat is, ha te ezt megengeded. És most megtekintjük a következő kártyát. Mit tudsz te tenni annak érdekében, hogy kialakuljon itt egy párkapcsolat? Ezt mutatja itt ez a kép. Ezen látunk három kelyhet, a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, te kimutathatod az érzelmeket, mert az gyümölcsözik. Alul a képen láthatóak a gyümölcsök, de ne túl sokat, ne túl keveset. Mert lehet, hogy te nyitott leszel neki, ez túl sok, ha zárkózott vagy, akkor az túl kevés. Itt kell ez a harmónia, mint egy ilyen elegáns tánc, mozgás, és így tudod befolyásolni az eseményeket. És most megnézzük a következő kártyát, ami a jövőre utal. Itt lesznek megújulások, lesznek változások, mindketten lezárjátok a múltat, van egy közös jövő, de azért ne siessétek el a dolgokat, mert itt láthatod, hogy nála vannak még félelmek, bizonytalanságok, kell ahhoz egy idő, hogy megbízzon benned, vagy te megbízhatsz benned, de lesz itt egy közös jövő idő kérdése. És most áttérek az asztrológiai területre. Itt ezen a képen bal oldalon láthatjuk az ikrek jegyét. Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod, és az azt jelenti abban a pillanatban, amikor megszülettél, az ikrek jegye kelt fel a keleti határon, ezzel indul az első életház. Ezen a képen láthatóak a római számok, de ezek az órát mutatják, és nem ezeket az asztrológiai házakat. Tehát ez az aszcendentusod, ez befolyásolja a külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet, az ikrek jegyénél mozgás van, és érezhető a levegő eleme a kommunikáción, és a fiatalos fellépés is. A te horoszkópodban itt található ebben az első életházban egy visszatekintő Uránusz bolygó, ez utal a múltra, kármikus témákra, és Uránusz bolygó azt jelenti, hogy neked lesz egy különleges életutad, és te egy különleges személyiség vagy. Az ő horoszkópjában az ikrek jegyében van a Mars bolygó, ami az ő férfiasságára utal. Az ikrek jegyében van a hold, holott nem tudjuk, hogy hány órakor született, és a holdnál itt lehet változás. Ha én a napkeltét tekintem nála, akkor a hold állása az 28 krádon van az ikrek jegyében, de ha más az időpont, előfordulhat, hogy az ő holdja a rák jegyében van. Ehhez kellene az időpont, hogy hány órakor született. De a bolygók állását meg tudjuk tekinteni.
Nála Szaturnusz bolygó szintén az ikrek jegyében van. Szaturnusz bolygó visszatekintő, az utala múltra, kármikus témákra, és itt az ikrek jegyében nem csak Szaturnusz bolygó hatása alatt van ez a kármikus téma, hanem az ő horoszkópjában itt található a felfele mozgó hold csomó Ráhú. Ez egy kármikus csomó, amit az ő lelke kiválasztott, egy életút vagy kapcsolatok, amit ő még nem ismer, tehát kicsit bizonytalan, de neki erre szüksége van. Mivel nála ez itt az ikrek jegyében van, és nálad az aszcendentus szintén az ikrek jegyében van, itt van már közöttetek kezdettől fogva egy vonzalom. A te horoszkópodban a te holdad a szűz jegyében van a négyes életházban, nem csak a hold, hanem Neptun bolygó és a lefele mozgó hold csomó Kétu, ami a múltra utal, és itt is vannak kármikus témák. Ez a négyes életház nálad az alap, és erre az alapra kell építened, itt hat rád a szűz jegye. A szűz jegye a föld eleméhez tartozik, tehát az, amit te elképzelsz magadnak, amiről te álmodozol, azt szeretnéd megvalósítani. A szűz jegyében minden rendezett. Ez a négyes életház utal az otthonodra is, és ott minden rendben van nálad. A szűz jegyénél vannak gyógyító hatások is, az lehet, hogy erre az energiára tudsz valamit alapozni. Az ő horoszkópjában a hold, mint mondtam, napkeltékor még az ikrek jegyében van, ha később született, akkor átment a hold a rák jegyébe. Vénusz bolygó mutatja a nőiességedet, de kihat a párkapcsolatra, a szerelem bolygója. Nálad a hetes életházban található Vénusz bolygó a nyilas jegyében. Ez a hetes életház szemben áll a te aszcendentusoddal, itt található deszcendentus, és ezzel nyílik ez az életterület, és mutatja a párkapcsolatot. A nyilas jegye utalhat külföldi kapcsolatokra, mert a nyilas jegye ezt szimbolizálja, de lehet egy belső út is, vagy egy közös életút. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó szintén a nyilas jegyében van. Itt van köztetek egy harmónia. Vénusz bolygó a férfiaknál utalhat a művészi területekre, vagy egy ápolt külsőre is, de mutatja a hölgyet. Mégpedig, ahogy ők ezt így elképzelik, és te ezt neki tudod nyújtani. Mars bolygó az egy férfias energia. Nálunk hölgyeknél mutatja az erőnket, de a lelki társunkat is. A férfiaknál szintén az erőt és a férfiasságukat jelenti. A te horoszkópodban Mars bolygó az oroszlán jegyében van a hármas életházban, és ez a hármas életház, ez jelenti az életiskoláját, ahol be kell, hogy bizonyítsd magadat. De ott van Szaturnusz bolygó is, és így különösen az első életszakaszban voltak korlátozások, de azért érezhető az oroszlán jegyének az energiája, hogy te bátor vagy, és küzdesz.
Azon kívül Szaturnusz bolygó a második élet szakaszban segít neked, hogy bebizonyítsd magadat. Az ő horoszkópjában Mars bolygó visszatekintő, tehát itt vannak nála kármikus témák, és az ő horoszkópjában Mars bolygó az ikrek jegyében van, az ő Mars bolygója az ikrek jegyében jól harmonizál a te Mars bolygóddal az oroszlán jegyében, mert a tűz eleme és a levegő eleme az olyan baráti kapcsolatban áll. Az ő Mars bolygója harmonizál a te Vénusz bolygóddal is, mert a nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, és az ikrek jegye a levegő eleméhez, és ez a két elem egymással jó kapcsolatban áll. Viszont itt valami fontosat figyelembe kell, hogy vegyünk. A nyilas jegye és az ikrek jegye szemben áll. Az elemek harmonizálnak, a tűz eleme és a levegő eleme. De itt van köztetek egy opozíció. Itt tükröződik valami. Nem csak kettőtök között, hanem az ő horoszkópjában is. Mert az ő horoszkópjában Mars bolygó az ikrek jegyében van, és az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, ugyanúgy, mint nálad, és így van egy tükröződés. Ez nem csak egy tükröt jelent, amiben bele kell, hogy nézzünk, hanem olyan, mint egy mérleg. Itt mindig arra kell odafigyelni, hogy ez a mérleg egyensúlyban legyen. És akkor találkoztok ott középen. Van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ami téged illet, keresd vele mindig a kapcsolatot, legyen ez a könnyűség, kommunikáción kettőtök között, és ha úgy érzed, hogy ő nyugalomra vágyik, vagy félelmei vannak, akkor húzol egy kicsit vissza, aztán keresd újra vele a kapcsolatot. De jó, ha a nyilas energiája is hat, és ez a tűz elemét jelenti, mégpedig a lelkesedést. A nyilas jegye utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra, de sportra is, az lehet egy terület, ami őt érdekli, akkor így van közös témátok. Kedves Arien, így tudtam ezt a szerelmi jóslást elmagyarázni, mert Valentin napnál tényleg a szerelemről van szó. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!